Gépi forgácsolással, gépelemek gyártásával foglalkozik ez a nyíregyházi cég. Közel 20 éve működik a vállalkozás, ahol komoly, életveszélyesnek minősülő baleset nem történt. A gyártásban 10-12 fő dolgozik, tehát létszámát tekintve kisvállalkozást működtetnek. Mégis fontosnak tartják, hogy állandó munkavédelmi szakember felügyelje az üzemi munkavégzést. Ezek a gépek, mint minden forgó, mozgó gépeknél baleseti lehetőség van. Itt gyakorlatilag a megfelelő oktatással ezeket, vagy pedig technológiával ki lehet küszöbölni. Vagy pedig a dolgozónak a figyelmét, ha egy munkát megkap, fel kell hívni, hogy milyen baleseti forrás keletkezhet, és erre figyeljen oda. A forgácsolásnál a fém könnyen a szembe kerülhet, valamint a munkavégzés közben a nyitott gépeknél vigyázni kell, nehogy a láb is megsérüljön. Munkaruha, bakancs használata kötelező. Más, speciális védőfelszerelés itt nem szükséges, nem úgy az építőiparban, ahol a munkahelyi balesetek 35%-a fordul elő, és magas a halálos balesetek aránya is. A másik ilyen szektor a mezőgazdaság, ahol szintén a gépekkel való munkavégzésre kell odafigyelni. A baleseteknek az öme a munkaeszközök használata közben következik. Egyik jelentős szigorítás benne, hogy előírták, hogy minden munkáltatónak kötelező egy megbízott személyt megbízni. Ennek nem kell munkavédelmi végzettséggel rendelkezzen egy jó szakember, akinek a feladata a munkaeszközök rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése, hogy a dolgozók azt biztonságosan tudják használni. A megyében 4000 munkavállalót ellenőriztek a munkaügyi felügyelők ebben az évben. 95%-uknál tártak fel valamilyen hiányosságot, szabálytalanságot. Sok a baleset a gyors munkavégzés miatt is, mondja a szakember. Határidőket kell betartani, a másik meg, ami szinte egy fontos veszélyforrás, a monoton munkavégzés, amikor 8 órán keresztül egy dolgozó ugyanazt a munkafázist végzi, és természetesen, hogy elfárad, és nem figyel oda a biztonságra. Ebben az évben ez idáig 10 000-nél is több munkahelyi baleset történt országos viszonylatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly 900 baleset volt, ebben az évben több mint 500. A 20 fő feletti cégeknek kötelező munkavédelmi szakembert fogadniuk, illetve a baleseteket minden esetben be kell jelenteni.